18 év feletti középiskolásokat vártak a hagymaházba csütörtökön. Itt egy tájékoztató előadás volt az elektronikus ügyfélkapu használatáról, ami a résztvevők számára az egyetemre való jelentkezés miatt fontos. A rendezvényt a Nemzeti Adó és Vámhivatal megyei igazgatósága szervezte. Különleges apropója van ennek az előadásnak, hiszen februárban kell a felsőoktatási intézményekbe való jelentkezésüket a diákoknak megtenni, és ezt a műveletet kizárólag elektronikusan tudják végrehajtani, és ügyfélkapu segítségével lehet hitelesíteni a felvételi jelentkezést. Ugye a felvi.hu-n kell összeállítani, és majd az ügyfélkapuval kell hitelesíteni ezt a jelentkezést. Ezt az alkalmat szeretnénk megragadni, és szeretnénk, hogyha a diákok a NAV ügyfélszolgálatán nyitnák meg az ügyfélkaput, ott regisztrálnának, és meg szeretnénk ismertetni természetesen őket azzal is, hogy milyen egyéb szolgáltatásokat nyújt az ügyfélkapu számukra, milyen hivatalos ügyeket tudnak elektronikusan elintézni, akár a jövőben, akár a mostani időpontokban. Nők beleszülettek az informatika világába, nem nehéz ez a történet, tulajdonképpen egy nagyon egyszerű regisztrációs folyamaton kell átesni, amit a NAV ügyfélszolgálatai meg lehet tenni, személyes okmányaikat magukkal hozzák, egy pár perces adatfelvétel történik, majd az e-mail címükre megkapják az aktiválókódot, és a kormányzati portálon, a www.magyarország.hu weboldalon egy jelszó cserével aktiválják az ügyfélkapu, és már is alkalmasak arra, hogy többek között a felvételi jelentkezésüket hitelesíteni tudják. A diákok nagyon hasznosnak találják az ügyfélkaput, hiszen jelentősen megkönnyíti a felvételi eljárást. Nem kell eljárkálni a postára, nem kell sokat írni és leveleket feladni, hanem egy helyen az interneten az ügyfélkapu által el tudjuk intézni a jelentkezésünket. Itt le tudjuk adni az összeset, csak annyi, hogy fel kell vinni az adatainkat. Voltunk az osztállyal, és mindenkinek megcsináltuk az ügyfélkapuját, akinek nem csináltuk meg, az most megtehette ezt, és aktiválni kellett, és ezáltal most már tudunk jelentkezést elküldeni. És gondolom most még arról hallhatunk, hogy ezen kívül jelentkezésen kívül mit tehetünk még meg. Ez egy nagyon rövid dolog, el kellett vinni a személyigazolványainkat, és egyéb adatainkat fel kellett vinni, kellett hozzá egy e-mail cím, és ez ennyi volt az egész, pár perc alatt megvan. A jelentkezés ez nagyon fontos volt. Ezen kívül jelenleg még nem tudom, mire fogom használni, majd most megtudhatjuk, hogy mire lesz még ez jó. Nem csak a felvételiző diákoknak, hanem minden magyar állampolgárnak hasznos lehet az ügyfélkapu, hiszen több szolgáltatás elérhető a regisztrációt követően. Mondjuk egyetemistaként, vagy munkába állás kapcsán jövedelemre tesznek szert, akkor például a bevallási kötelezettségüket is meg tudják tenni elektronikus úton, de számos más szolgáltatás is nyújt az adóhatóság, ezt is fölvillantjuk, de ezen kívül más közigazgatási szervek weblapjaira is el tudnak navigálni, így például az OEP portáljára online földhivatali szolgáltatásokat tudnak igénybe venni, vagy adott esetben még gépjárműkeresőt is tudnak használni a gépjármű nyilvántartásban, és még tudnám sorolni, számtalan lehetőség kínálkozik.